Most először is az, hogy itt lehet beszélgetni egymással. Ha ide kattintok, itt lehet látni, hogy ki van jelen éppen a beszélgetésben, és azt is lehet látni, hogy az ő mikrofonja az ki van kapcsolva, és hogyha akarom, akkor azt szólhatok neki itt, akár egy üzenetet küldhetek, hogy legyen olyan kedves bekapcsolni, meg itt meg is hívhatok másokat, akik még nincsenek itt. Akkor ezen felül, amit lehet csinálni, ugye itt lehet tulajdonképpen egy csetet használni. Aztán, amit lehet még ide kattintva csinálni, fel lehet venni ezt az egészet. Akkor abból utána lesz egy videó, amit le lehet játszani a diákoknak, hogyha akarják. Akkor lehet még olyat is csinálni, hogy a hátteremet azt egy kicsit elmosom, és akkor tök mindegy, hogy a háttérben mi van, az nem látszik. Ez mondjuk a gépet egy kicsit igénybe veszi, de lehet, hogy hasznos, hogyha otthonról dolgozik az ember. És aztán, ami meg itt tudom bekapcsolni azt, hogy legyen-e kamerám, vagy ne legyen. Most például nincsen. Kálmán is mindjárt kikapcsolja a kameráját. És akkor már is csak ezt látom. Itt tudom hogy a mikrofonomat kibe kapcsolgatni, és a következő, ami érdekes, itt tudom megosztani a teljes desktopomat, tehát hogy mondhatom azt, hogy a mindazt, ami látható, vagy mondhatom azt, hogy most ezt az alkalmazást szeretném megmutatni, de én most a teljes desktopomat akarom megmutatni, és akkor rögtön látják azt, ami itt van, és hogyha én itt elkezdek beleírni bármit ebbe, akkor azt szintén látni fogják, és szintén akár azt is, hogyha ők írnak bármit, azt is ki tudom vetíteni, és meg tudom mutatni a többieknek. És hát ide kattintva pedig ezt leállíthatom, és akkor onnantól fogva megint csak hallgatjuk egymást, meg beszélgetünk. Ugye itt folyamatosan látom azt, hogy ki van jelen. Az egy-egy emberre rákattintva tudok itt külön üzenetet küldeni neki. Itt dolgozz jobban. Amit ő azonnal megkap, és meg is jelenik neki, és akár tud rá válaszolni. De akár egy külön videóhívásba is behívhatom az illetőt, vagy csak hanghívásba, hogyha nem akarom azt, hogy a többiekkel ez összekeveredjen. Tehát ez az, ahogy a gép előtt ülve lehet órát tartani. És most itt lerakjuk, és véget ér a dolog.